A Dombóvári Futballklubnak a január 12-ével megkezdett felkészüléssel 7,5 hete van arra, hogy a március első hetében folytatódó bajnokságra olyan formába kerüljenek, amellyel esélyük lehet a bajnokság megnyerésére. Az biztos, hogy minél több edzést szeretnénk végezni, természetes, hogy az edzés számokat, azokat azért befolyásolják a munkahelyi és egyéb elfoglaltságok, de maga az edzések azok megfelelő létszámmal, és hát az edzőmérkőzések is minden hétvégén sorra kerülnek. Mibe kellene elépnünk? Hát én szeretném azt, hogy fejlődne a csapat tovább, mert amit most az ősz folyamán sikerült elérnünk, az azt mondom, hogy elfogadható, de nem tartozik a jó kategóriába, úgyhogy én úgy gondolom, hogy van még hova fejlődni. Minimális változásokat hoz a keretben az átigazolási időszak, hiszen a cél, hogy a szezonról szezonra egyre markánsabb teljesítményre képes fiatal keret továbbra is együtt maradjon, és egységes csapatként fejlődjön tovább a tavaszi bajnoki mérkőzéseken. Kapusunk eltávozott, őt a Kozár Michelin csapata hívta, és úgy döntöttünk, hogy elengedjük. Nem voltunk kötelesek, mert ebbe az időszakba kell a klub hozzájárulása is, hogy valaki eligazoljon, de mivel a Kozár Michelin jelenleg MB3 élcsapata, pontosabban az első helyén helyezkedik, tehát fél lábbal már MB2-ben vannak, és úgy gondoltuk, hogy ha valaki följebb, magasabb osztályba tud igazolni, akkor annak nem gördítünk akadályt. Távozó Pacéka Norbert kapus helyett érkezett Iványi Botond, ő már korábban védett itt Dombóváron, úgy gondolom, hogy megfelelőképpen fogja tudni helyettesíteni a Norbit, illetve bár még nincs átigazolva, de Kaposvárról érkezett a Kreiser Zsombor, ő egy ifista korú játékos még, de én úgy gondolom, hogy a felnőtt csapatban is ő, ha a játékot és az edzéseket úgy komolyan veszi, akkor én úgy gondolom, hogy ő is hasznunkra válik, bár még nincs átigazolva, de azon leszünk. Létszámban is lenne mit bővülnünk, de én azt gondolom, hogy az őszi keret az egy megfelelő korban is, és abból a tekintetben is, hogy az a csapatnak szerintem egyedülálló, hogy be az osztályba biztos, hogy más csapatnál nincs ilyen, hogy a 90%-a az dombóvári. Tehát én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen jók vagyunk. Azt nem mondom, hogy minőségben nem kellene beleigazolnunk, de én úgy gondolom, hogy csak olyan játékos fogunk igazolni most a téli időszakban, aki segítségünkre, illetve erősítés jelent. Létszámban nem szeretném, csak úgy bővüljön a csapat. A Dombóvári Futballklub számára fontos, hogy helyi játékosokkal töltse fel a keretet. A csapatában jelenleg is sok olyan játékos van, aki helyi, illetve a focisuliba kezdte pályafutását. A nyártól már én ilyen keretet kaptam, de egyébként is törekszünk arra, hogy ez folytatódjon, mivel már én is hoztam fel az ifi csapatból több játékost, és a kerethez tartozik, tehát ez egy törekvés, meg egy olyan követendő dolog, amit nem fogunk. Természetesen csak a játékost, aki megérdemli, aki a felnőtt csapathoz tartozzon. Én azt mondtam épp a múlt héten az első edzésünk előtt, hogy nehezebb lesz a tavaszunk, mert az ősszel egy kicsit az ellenfelekén szerintem nem vettek minket komolyan, most azért gondolom én ezt, mert a tavaly ugye a csapat nem szerepelt jól, és nem vettek minket olyan komolyan, aztán közben, hogy mentek a mérkőzések, úgy ugye egyre jobb eredményeink, illetve tudták azt, hogy egy stabil csapat van a pályán az ellenfelekkel szemben. Ebből kifolyólag én úgy gondolom, hogy már komolyan vesznek minket, sőt, én ebből fakadóan mondom azt, hogy nehezebb lesz a tavaszunk, mert az ellenfelek minket most már komolyan vesznek, és nem abba a kategóriába tartozunk, amiben a bajnokság előtt besoroltak minket. A legközelebbi felkészülési mérkőzés, amikor a dombóvári csapatnak szurkolhatnak a foci rajongók, az január 29-én lesz, akkor Siófok Kilitin lépnek pályára a balatoni Vasas SE csapata ellen.